A Magyar Turisztikai Ügynökség ezzel az imás filmmel népszerűsíti Tokaj és Nyíregyháza térségét. Hasonló kisfilm készült Szegedről, Sopron Fertő térségéről, Villányról, Gyuláról és Debrecenről is. Ezek célja, hogy tovább népszerűsítsék a magyar vidék turisztikai vonzerejét. Guller Zoltán, a magyar turisztikai ügynökség vezérigazgatója egy sajtótájékoztatón arról beszélt, 153 ezer vendégből 130 ezer belföldi volt idén, úti céljaik 70-80%-a vidék volt. Ez országos átlag a Nyíregyházáról induló turistáknál hasonló adatokat tapasztaltak. A 2021-es évben is az utasok nagy része előszeretettel választja a hazai szálláshelyeket tulajdonképpen, és valóban a magyar vidék az reneszánszát éli. Nem csak a nagy komplexumok közkedveltek ebben a szezonban, hanem a kisebb vidéki, akár privát magán szállások is nagyon kelendőek. Az utazási iroda tulajdonosa arról is beszélt, az utazni vágyók most jobban figyelnek az árakra. Az akciós, olcsóbb utakat a szokásosnál is jobban keresik. Egy felmérés szerint átlagosan 183 ezer forintot költenek idén nyáron egy utazás során. A KSH adatai szerint ez négy éves mélypont. Ezt az összeget döntően saját jövedelemből, megtakarításból teremtik elő, de a megkérdezettek közel harmadánál fontos a szépkártya elfogadásának lehetősége. Július közepére a legtöbb esetben már nem csak a nyári, az őszi utazási lehetőségek is elfogynak. Most azonban azt jósolják, a koronavírus negyedik hulláma néhány hét múlva hazánkba is megérkezik, ez pedig érezteti hatását. Ebben a szezonban nagyon sok külföldi utazás bonyolított le irodánk. Preferálták Görögország, Ciprus, Törökország, Spanyolország destinációit, viszont így a negyedik hullám beharangozását érezzük mi is, abszolút, abszolút érezhető a hatása. Az őszi időszak az egy kicsit szerényebb időszak, várjuk a fejleményeket. Ebben az irodában egyenlőre nincsenek visszamondások, akik utaznának, kivárnak és még nem mernek szállásokat foglalni, sem bel, sem külföldre.